Sziasztok, én Dezsébert a legújabb videóhoz, ami a Two Face Podcast legújabb része lenne. Ismét nagyon-nagyon érdekes vendégem van. Itt van velem Inez. Szia! Szia! Na összehoztuk nagy nehezen. Nagy nehezen. Uh, gyakorlatilag ostromolták a házat a nézők, dobálták wc papírra, hogy ugye most úgy volt, hogy tavaly már felvettünk Igen. Egy ilyet. De aztán végül nem került ki. Igen. De most itt vagyunk újra. Hogy vagy? Hát egy... Akkor egy ilyen másfélszeres önmagam voltam, mikor a legutóbbit felvettük, akkor pacakkal voltam. Hát igen, de... Most már le, kisebb a izében, csak nem kell akkor akkor a kamerát. Jutani, igen. Ja, igen. Jól vagyok, köszönöm. És te? Jól, köszönöm. A héten a harmadik podcastet veszük fel, kicsit úgy érzem, majd le vagyok szedálva, de, de imádok ide mindig bejönni. Jók az illatok, már a lépcsőházba érződik, nem? Nagyon durva. Igen, nagyon durva. Ugye itt vagyunk a szuper bemutatott teremben, Kossuth-Lajos tér 13-15. Szokás szerint a vendég előtt már a parfümök. Így random válogattam ki, de te nagyon parfümös vagy, mm -hmm. nem? Te nagyon imádod. Mi a kedvenc, mm -hmm. így, ami nem szuperz, hanem így, ami neked otthon van? Vagy ha van szuperz otthon, akkor mondd azt. Nincsen, mert még nem küldtél belőle. Igen, sajnálom, ez az, az én saram. Bepótolod. Igen. <laughs> Egyébként a bulgári Omnia Coral a kedvenc parfümöm. Uh -huh. És a Tom Ford ezt nem kísérlem meg kimondani, de ében fium, uh -huh. valami ilyesmi neve. De szoktál kísérletezgetni, hogy melyik a kedvenced, így az aktuális, vagy, oh, vagy meg vagy ragadva egy nagy favoritnál, vagy két nagy favoritnál. Tehát úgy van, hogy rendelsz időszakosan újakat, és kipróbálgatod? Rendelgetek, de megvan az a három egyébként, amihez mindig így visszanyúlok. Bulgári a Coral, a Libre, meg mit szoktam még használni? Valami, ez, ezt a Tom Fordot, ez csak úgy alkalmakra, ez azért elég erős. De hát itt meg is volt, nagy bakáratos voltál. Nagy kamuba voltam. <laughs> az a videót mennyit ment a TikTokon? Egy milliót? annyit ment, o, olyasmi, olyan olyasmi, igen. Igen, igen Rendeltél a netről egy ilyen kamu uh -huh. Ugyanolyan volt az illata? Úgy emlékszem, igen, ugye? Én szak, utána szagoltam meg. Az... Én akkor mondtam is a videóban, hogy én nem éreztem még az eredetit. Tehát nem Ugye tudom, a legjobb letesztelni egy kamut, nem? Mit kell várni? <laughs> hogy fogalmam nem volt. Annyit mondtam, hogy nem tudom, ez milyen, de ez zseniális. Tehát ez marha jó. 20 ezer forintért főleg, és azóta bárhova megyek mindenki. Én is a használom. Mondom, de jó nektek, én nem? De akkor ez bejött alapvetően tehát maga az illata, jó. majd az eredetinek. Uh -huh. Az nagyon tetszik. Na itt négyféle van előtted, okay. kélek, szagold meg őket, és mondd, hogy melyik a kedvenc. Közben mondanám a nézőknek, hogy szokásosan a link a leírásban. Köszönöm a szupersznek, meg Szabinak, hogy ideenged mindig, és használhatom a bemutató termet. Ez ilyen kis sajos. Igen, ez az Endless Love. Okay. Igen, ezek különbözőek, azért nagyon. Happiness. Mm. Ez olyasmi, mint a Miss Dior. Milyen óra olyan... van, figyeltétek? Hát milyen? Hát milyen? milyen? Hát, Hívj csak fel rá a figyelmet, megszenvedtem érte. Mm. Oké. Okay. White cherry. Ez szóval Micsoda Mi szakértelem van itt. Na ez most meglepett. Igen, ez a white cherry. Azt hittem, hogy ez olyan lesz, mint a Lost Cherry, a Tom Ford, de nem. Totál más. De nagyon-nagyon fincsi. Ez a kedvencem. A Ez melyik volt az? A Wild Jó, is. akkor szokás szerint a, vendég jár, a vendégnek jár egy parfüm a kedvencéből, úgyhogy azt majd szólj nekem emlékeztes a végén, és akkor egyet kapsz. Ti megválaszthatok ki a sajátotokat, ami a ti kedvencetek, link a leírásban. Szóval, elérkeztünk okay. ide, is végre felvetjük ezt a podcastet. Nagyban megváltozott az életetek, ugye? Igen. A is itt van. Mm -hmm. The husband. Igen. Um, mert hogy ugye baba született, ez még egyszer gratulálnék. Viszont. Miben változott meg az élet? Mire számítottatok? Közben milyen lett? Tehát ugye azt, mivel Ati az járok, ugye a pacakot megcsináltatni, látom néha azt, hogy így bemegyek reggel, és így, 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 vár engem, hogy hát a gyerek az nem aludt éjjel, most mi van? Úgyhogy azért vannak meglepetések, gondolom. Vagy van. erre számítottatok? Nem. Erre nem számítottam, hogy, hogy nem fog aludni éjjel. Mármint, hogy nem fog úgy róni, mint én, mert nekem nagyon jó mm. alvókám van. Tehát én nyolc napos korom az éjszakát. Én, mikor baba voltam, azonnal, és anyukám mindig azt mondta, hogy ez azért van, mert ő a annyira jó anya volt. Ő, meg ő megteremtette az atmoszférát. Jó, rádrakta akkor a stresszt, hogy akkor, akkor te nem vagy jó, vagy mi? Na persze, tehát eleinte rögtön én is ebben voltam, hogy mit rosszul, de, mm. de az eléjám az ilyen lájtos alvó, tehát ő mindenre megébred, Úgyhogy igen, ő azért keledezik. Tehát egyszer-kétszer biztos, hogy fel kell egy éjszaka, de nem panaszkodom, mert mindjárt kapni fogjuk az évet, hogy kinek a gyereke, meg még többször kell. Ez egyébként nagyon nagy uh, szokása a frissanyukáknál, hogy mindenki licitál a másikra, vagy nem alszik a gyerek, és közben közbe alszik, vagy fordítva. Igen. Tehát van az, hogy nagyon panaszkodnak, vagy kamuznak róla. Hogy. Igen. Úgyhogy igen. nem panaszkodom, de azért egyszer-kétszer megébred, most kilenc hónapos lesz, holnap. Úgyhogy. Erre nem számítottam, hogy azért, azért komolyabb éjszakázások is előfordulnak, de imádjuk. Tehát akkor meglepett. Ez meg. Tehát, akkor, valószínűleg te is úgy voltál, mint én is úgy vagyok, jelenleg nincs meg gyerekem, de majd, ha sír a karomba veszem, szerem igen, Ez igen. Falszik, tudod. igen, igen, igen. Aha, gondolom így működik, ugye? Mondta Nagyon. Matinak, hogy egy, do, egy dolgot. Nem gondoltam, én azt gondoltam, hogy mi a babával ketten leszünk azért, hogy ő aludjon. De nem, én vagyok azért, hogy ő aludjon, és ő nem akar aludni. Uh -huh. Ő semmiről nem akar lemaradni. Ő mindenbe szeretne részt venni, és nem, 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 nem akar aludni. <laughs> de Ez tök jó, egyébként. Terhesség, nehéz volt? Nem. Hogy nem. hogy élted meg, nem? Nagyon Tartottál szeretem. tőle egyébként? Hogy... Nem. nem, alig vártam. Tényleg, miért? Mert olyan, olyannyira kíváncsi voltam rá, hogy milyen érzés lesz, uh -huh. hogy így növeztek egy életet. Uh -huh. Nagyon szerettem, nagyon hiányzik. Rosszul itt sok volt egyébként? Nyilván ez mindenkinél más. Nem. jó. És hogy jött a név egyébként? Mert ez ugye nagyon sok fórumon, meg kommentekben, így megosztottak a vélemények, de nagyon különleges nevet választottatok. Ez így nagy vita volt köztetek, hogy mi legyen a neve a babának? Nem. Az Eliámot, azt már akkor tudtuk, hogy Eliám, amikor még nem is voltam terhes. Ez volt az a név, amit így egyszer így. Kimondtunk, és nagyon-nagyon tetszett. Egyébként ez a Bibliából van, uh -huh. ez a név. Akartam kérdezni, honnan választottátok? Mert uh, ez nem olyan, hogy szemben jön veled minden nap. Mi, mi kérvényeztük. Szóval ő az első. Én el nem el volt el, még Magyarországon Eliám? Nem, de meglepett, mert hogy tényleg, hogy benne van a Bibliában, meg nem tudom, nekem nem volt olyan hú, de különleges, vagy sose hallottam még. Azért én is hallok érdekes neveket, uh -huh. mostanában főleg. De ez úgy annyira nem, viszont nem volt rajta a névlistán. Uh -huh. Azt jelent, hogy Isten a védelmező, uh -huh. és akkor ez is tetszett, a csengése is tetszett. De akkor ezt utána kerestetek, nem? Tehát volt valami, tehát, vagy tudtad ezt régről valahonnan? Nem, 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 nem. Ö, hogy hol találtuk a nevet? Igen, igen. Ö, ezt, ezt nem tudom megmondani. De uh -huh. akkor csak jött valahonnan, aha. gondolom, és emlékezett valamelyikőtök is. Én, akkor... én nekem volt ez. És akkor Attinak említette, és azt mondta, hogy jó, legyen, vagy... Igen igen. Igen, nagyon igen, 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 igen. Ez, 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 annyi, ez sose volt kérdés. Az elejám az mindig meg volt, viszont ez, hogy lengyel elejám, ez olyan, lele, lele, és akkor kerestünk. Ez az. Igen. <síthat> kerestünk közé egyet, ami, ami, aminek meg csak a csengése tetszett. Tehát a Milan azt jelenti, hogy kedves szelíd, uh -huh. és nekem nagyon tetszett a milán, de abból úgy gondoltam, hogy nagyon sok van, és valami különlegesebbet, meghalottom, hogy Milan, de jó, millen. Ez hogy... jó egyébként, Magyar. nagyon. De így, hogy, hogy azért sok tízezer emberhez érsz el, uh -huh. és publikusan ez a babának a neve, így tudsz róla, hogy valaki adta már ezt a nevet? Hogy Eliám? Igen. Nem, de nagyon kíváncsi lennék rá egyébként. Azt nem tudtam, hogy a Millen is viszonylag új keletű. Uh -huh. Valaki írta nekem kommentbe, hogy, hogy az egyik ismerősének a babája volt az első Millen, és hogy három éves, vagy négy. Tehát, hogy az is új keletű. De nekem az se volt olyan hú, de különleges, hogy Millen. Úgyhogy igazándiból, amikor mi elneveztük az Eliámot, mi nem gondoltuk, hogy ez ennyire uh -huh. különleges, amennyire mondják, hogy az. Hát igen, így a Bencék, meg a Kristófok, meg ezeknek az ideje már lejárt, amikor még emlékszem 2016-ban, hogy a Bence a második legnépszerűbb név, azért már jönnek felfelé ezek a, az újabb nevek, de szerintem jobb is, meg így. Ez olyan, mint régen ezek a lakatos Károly. És... <laughs> <laughs> hát az, a, jó. Én azt gondoltam, hogy, a, hogy az én kisfiamnak a neve az egy ilyen szép, Bibliai név, és akkor a középső neve meg majd hogy nem Milán, tehát majdhogy -e nem uh -huh. az egyik legkommerszebb név most, és hogy egyáltalán nem fogunk így rálépni arra a, a, az útra, amire most sokan, hogy hogy fogalmazzak nagyon-nagyon különleges neveket annak. De valahogy mégis én lettem a listavezető idén, úgy néz ki. Uh -huh. Vagy mi. És hogy néz ki most egy napotok? Mert azért nagyban megváltozott, ugye? Vagy inkább kezdjük a legelejéről. Hogy nézett ki akkor, amikor még nem volt baba, uh -huh. de azért youtuber voltál, kötelezettségek voltak, elvárások voltak. Olyankor nagyon sűrű napok voltak? Miben alakult át? Nem, ne nekem ugye... Teljesen kötetlen. Tehát uh -huh. Akkor kezdtem dolgozni, amikor én akartam, akkor fejeztem be, amikor. Ugye partnercégnél vagyunk, ha ezt mondhatom. Postforrend. Post Örökre is végig. <laughs> tehát, hogy ott azért van uh, nekik, uh, a projektmenedzsereknek munkaidő, igen. ez a nyolc-ötig, ezt nekünk is azért tartani kell. Úgyhogy uh, azért addig mindig be kellett fejezni, amit csinálni kellett. Te ezt tartottad, mert én nem nagyon tartom. Hát, mai nap is se. A, hat a határ határidő. Valahogy, <laughs> igen, én valahogy délutára legyen meg, és valahogy mindig így este 10-kor, tegnap is, vagy tegnap előtt a Gyurexet, azt mikor adtam le? 11-kor kb. Jó, most amúgy mondanám a, a, a jó Dumát, de ha itt lenne mögöttem a Henny vagy a Dóri, Igen, akkor lehet, hogy így kikorigán Ezt hogy, akartam aha, mondani, biztos lenne itt az javítás. Nem, figyelj, hát próbálkoztam mindig, meg azért hm. igyekszem. Nyilván van, hogy túlcsúszik, vagy túlvállalom magam aznapra, de ö, valamennyest kötött volt, de azért leginkább kötetlen. Akkor csináltam, amikor szerettem volna. Most azért megvan tényleg rutinszerűen, minden óra be van oszva, hogy hogy zajlik. Ne, én, én nagyon szeretek. Nagyon-nagyon uh -huh. szeretek anya lenni. Én ez bírom. Otthon vagyok, smink nélkül, itt van így a hajam. Hát persze, csak a melóval <laughs> ugye meg közben nem álltál le. Igen. És ezzel eléggé foglalkoztatott vagy népszerű tartalomgyártó vagy, uh -huh. úgyhogy az, hogy rengeteg melód van, és azért rengeteg melód van, így szakadsz meg a munkába, szépen azért be kell osztani, majd születik egy baba, uh -huh. és anyuka vagy, mert azért szerintem nálunk még srácok már így, ott az anyja másolnák valószínűleg itt a dolgokat, nyilván nem, de hogy azért más egy anyukának szerintem, azért az megterhelő tud lenni, nem? Tehát arra lennék kíváncsi, inkább azt mesélj, hogy az első két hónap, hogy az ilyen nagyon pánikkal teli, hogy úristen, hogy most tanítjuk a fürdetés a legelső, meg a, mm. hogy kell felöltöztetni, meg perenkacseret, de közben le kell adni a szponzorációt, tehát ezek hogy mennek? Ö, egyébként érdekes, ahogy lezajlott bennem ez az egész, mert amikor már a terhességemnek a végén voltam, akkor a fészekrakó ösztön uh -huh. részben állam úgy jött ki, hogy, hogy rettenetesen sok munkát elvállaltam. Tehát ott decemberben az nekem olyan volt, hogy 0-24. Amit jöttem. érünk, halmozunk most érünk, a fel. minden az enyém. Sok baba várom, kis minden. kis makk ide rakosgattam be, vagy makk, mókus Igen, ide Igen. rakosgattam be a makkokat, és nagyon-nagyon és megnyomtam ott a végét, mm -hmm. mert én szerettem volna az, hogy az első pár hónapban én dios amigos, tehát hogy én check out, goodbye, mert tudtam, hogy ezt a kettőt, amit te mondasz, ezt a kettőt együtt nem lehet. Igen. Tehát igen. Hogy, hát és ez szinte lehetetlen igen. Nem akartam azt a stresszt magamra rakni az első időszakban, hogy hogy úristen, dolgozni kell és de csak csak a kisbabámra szerettem volna fókuszálni, hogy az ott az ott nem is, nem is gondoltam rá, igen. őszinte leszek. Azt egyébként kiegész, kiegészíteném a nézőknek, mert mielőtt még bekommentelni, hogy nem akartam dolgozni, meg azért mondja ezt Inez, mert azért az influencernek reggeltől estig és estétől reggelig tart a munkaidő ja, igazából. Ja, 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 ez ja. egy nehézség félre, igen. igen ne igen. forgassák. Tehát mi folyamatosan vagy ezt csináljuk, vagy azt csináljuk. Igen. Ö, és akkor megszületett, és akkor milyen volt igazából? Így nagyon féltetek, hogy így? megfogni is egyáltalán, tudod, hogy a peleg a cseré... Ki, ki a profi például a cserébe? Én. Ati azt mondja, hogy ő. Micsoda? Excuse me. Mi? Nem, amúgy mindketten megcsináljuk. Tényleg Ati is kiveszi belőle a részét, tehát uh -huh. semmi panasz. De annyira mozgékony az Eliám, hogy, ah, hogy, hogy azért, igen, tehát egy kisebb, kisebb edzés uh -huh. a most. Az első időszak egyébként, ami nehéz volt egyedül, az az, hogy én nem császármetszésre készültem lelkiekbe. Sokkal jobban meg kellett volna forgassam ezt a falatot a számba, hogy ez is megtörténhet. Tehát én teljesen elzárkoztam tőle. Én uh -huh. annyira akartam azt a, azt a természetes szülésélményt, már mint hogy úgy természetes, hogy... Világos. Igen. Igen. És, és, amikor, amikor ez, ez nem így alakult, az, az, az nagyon nagy csalódás volt nekem. Uh -huh. Tehát eleinte az nagyon nehéz volt feldolgozni. Miért lett császár végül a megkérdezhetem? Elakadt a babám. Aha. Tehát rosszul volt a feje beilleszkedve, és akkor vajuttam. De akkor nem, egy... nem farfekvéses volt, nem, hanem... Nem, nem. Nem, én vajuttam 12 órát. Uff, az Igen. És akkor utána mondták, hogy, 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 zárjuk ezt le, mert már a baba nem érzi bent jól magát, és, és nem akarták megriszkírozni, hogy valami baj legyen. Gondolom ott azért melegében a szülés, meg vajudás közben úgy voltál vele, hogy menjen, csak nem merre készültél. Vagy volt egy vacilálás benned, hogy... Hát, akkor már megijedtem, mert már azért voltak arra mutató jelek, hogy tényleg nem érzi jól magát az Eliám, és nyilván beleegyeztem, megmondtam, hogy uh -huh. persze, csak nem, nem, értett, annyira más világban voltam ott, tehát uh -huh. nem értettem, hogy miért történt, értettem, de nem értettem, megszűnik az időérzék, és akkor ugye nincs idő feldolgozni, mert kell, és onnantól anya vagy. Igen. És akkor ez volt, ez volt, egy kicsit nehéz eleinte, tehát inkább a lelki oldalát volt nehéz eltenni az anyaság, az, az nem tudom, biztos most, most jönnek az ősanyakon kommentek, de az valahogy így összönös eljött. Tehát az, uh -huh. abban nem, nem voltak olyan kihívások, ami erre számítottam. Tehát uh -huh. nehezebbre gondoltam. Azt mondta, hogy nagyon jó helyen szültetek. Hol, hol, volt a szülés? Sota egyesen szültem. Az, ott. És jó, meg voltatok elégedve? Igen, nekem a legjobb barátnőm és a férje ott dolgoztak. Most is ott most megint ott dolgoztak. Amikor én szültem, akkor pont nem dolgoztak uh -huh. ott, mert külföldön voltak. De ők ott dolgoztak, és és igazániból ők, ők biztattak abba, hogy azt válaszom. Uh -huh. Az ország egyik, hanem a legjobb kórháza, hogyha ö, szülésről van szó, és hogy ö, igazából emiatt ők nyilván ismerték a, a, az ottaniakat, és akkor így emiatt. Főnök Urbánt volt a szülésnél? Jaj, Bent. szegény, most és de hogy... kár, hogy őt senki nem veszi. És, és hogy bírta? De nem, inez, inez mondja mondja, én mert mondjam, az, az én az mondjam. Így, így mutatja, igen. Nagyon egy hős volt, uh -huh. semmit nem láttam rajta, hogy ő egyébként milyen szintű pánikba volt. Uh -huh. Azok mondták el utólag, akik kint ültek a folyóson. Hogy, hogy, úgy járkált hogy nem tudok neki segíteni. <laughs> hogy teljesen ki volt borulva, de bent mosolygott. Egyetlen egyszer ment ki, amikor kaptam az epidurát, azt, Aha. azt mondta, hogy az meghaladja az inkább. Nem köszönöm. volt nálad a, a, nagy kérés, hogy kérsz, vagy nem kérsz? Van, aki nem kér. Dehogy volt. Ú, mondtam, fi, amikor mondták, hogy akkor most már lassan, hogyha úgy gondolom, akkor mondtam, hogy bring it on hozzátok befele a mindent, gázokat, mindent, normálisak vagytok most azonnal. És valamilyen új uh, fajta gondolkodsz? Jövőre, mert ugye év vége van. Folyamatos, Attila megmondhatója, hogy folyamatosan valami, most uh, akartunk is csinálni nem tartalmat, vagy nem fajta tartalmat, de egy újfajta vállalkozást. Tehát folyamatosan uh -huh. gondolkozom azon, hogy, hogy valami újat belevinni az életembe, és ezáltal nyilván tartalmakba is. Um, és ez publikus, hogy mi az? Nem. Nem publikus. Nem. De, de köze, van a, köze van a videózáshoz, vagy egyáltalán nem videózás? Nincs. Nincs. Nincsen, de, de ez nem egy ilyen ö, háttérbe futó dolog, amit én csinálok a videózás mellett, vagy nem tudom, hanem ez is majd nyilvános lesz. Uh -huh. És így én akartuk megcsinálni, de rájöttem, hogy na, ez viszont már meghaladja a képességeimet, tehát csinálni a saját munkámat anya lenni. Igen, ott egy picit igen, én is azt érzem, hogy külső szemüleket, hogy az ugye elég necces lenne. És még ez a tetejében, igen, ez már nem sikerült. Ez de... a bogyabőre de... meg fog Meg, 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 De azért kamerán kívül elmondott, ah, persze, persze, ezért persze. utálnak engem a nézők, hogy minek nézzük a podcastot, úgysem mondjátok el, hogy mi az igazi, izé. Ti Házat is vásároltatok, beköltöztetek. Igen. Jó, erről is egy picit légy szíves, így öntsd ki a lelket, hogy, mert én ugye jól tudom, három év előnyben voltam Igen. előnybe, hát ugye hamarabb költöztem így házba, és uh -huh. akkor most már ti is tudjátok, ah. hogy. Na milyen? Attilának vannak ilyen elszólásai, hogy majd egyszer ide ide költöznék, mondom, soha nem költözünk el onnan. Az Igen. a Forever otthonunk, és én többet ezt nem utáltam, Igen. gyűlöltem. Hát jó nagy felújításban voltatok, vagy mm. vagytok. Azért brutál, ugye te végig vlogoltad az egészet, ott azért brutál meló volt, de Igen. nagyon szép lett egyébként. Köszönjük. Milyen stresszel járt? Hát komolyan, mert Igen. ugye Attila dolgozik, Ö, akkor úgy dolgozott, amíg építkeztünk, hogy nyolc nyolcig, vagy hogy? mindegy, egész nap dolgozott, és és ugye minden szakemberrel én voltam kint. Uh -huh. De tehát, ez a jobb, nem? Tehát nem, nem úgy szokott lenni általában, hogy hú, ezt a feleségem meglátja, biztos újra csináltatja. tehát nem az van általában, hogy a az az bólogat. Tehát ezért te vaskalapos voltál? Tehát azért megmondtad, hogyha nem tetszett neked, hogy úgy fugáznak, vagy valami? Az a baj, hogy nem. De nem? most a végére a végére megkeményedtem, de az eleinte próbáltam nagyon Vele kedves kell lenni. Igen, és akkor tudod úgy-úgy megnyerni a szakemberek szívét, hogy. Hát, Jó, hogyha... Kihasználnak. Ki? Nem szabad velük így. Hú. Tisztelt a kivétel, de. Akkor volt nektek is ilyen csalódás. Volt nagy koppanás, voltak, volt nagy lehúzás, eltűnés. Mesélsz erről egy picit? Nem kell név szerint, meg nem kell nekem itt a... Tehát ne, ne ismerje magára az úriember, okay. de hogy mik voltak, amire így, így azért láthatok oda, hogy aha, az szép. Hát ilyen eleinte például ilyen hibákat követtünk el, hogy kifizettük az egész összeget, és akkor jó, majd még ezt visszajövünk megcsinálni, mert nincsen ehhez anyag. I, aha. Soha nem láttuk őket. Telefon se vettek, semmi. Soha többet akkor volt olyan, hogy egymással összevesztek a szakemberek. <laughs> nem jövök dolgozni, ha jön a Józsi. Én meg nem jövök dolgozni, ha jön az Endre. De ez, ez egy berken belül, tehát mondjuk, hogy csak a villanyszerelék egymás között, egymás között így összevesztek? Hát nem, mondjuk azt mondom, hogy a villanyszerelő a visszerelővel, mondjuk. De szép. Úristen, de És jó. akkor én mentem ki, de ne haragudj az Endre. <laughs> és ott, ott a, a, szakembereket békítetted egymással? De szeretem. Hát figyelj, hogy hazudok, mert nem én csináltam, hanem az Attila. Í így, így, ment ki. Nem telefonon. Szegény több kevesebb sikerrel az lett, még a ő vezet össze mindenkivel. És akkor mi új szakemberek, vagy, vagy megmaradt az, a képen? éppen, éppen félre tudta tenni a hibákat, meg a veszekedés. Nem, hát akkor az, a, abba az volt a gond, hogy, hogy, hogy ugye mindenben volt táblázat, hogy ekkor és akkor jön ez, akkor Aha. azelőtt legyen meg ez, meg ez, akkor ők összevesztek, akkor azonnal keríts egy másikat, hogy tudja jönni az, hát, hogy ilyen Zseniális. Mónika só volt, de tényleg. Meg de ott hát... ott kellett volna a kamerát bekapcsolni, ezeket. Kapcsútba, kap... be volt egyébként, tehát volt. Akkor valamit vágjál össze belőle, azt megnéznénk. Volt. Ja, ja ez, ez speci... Hallod amúgy? nem ezt nem, de egy másik, egy másik ilyen után, melyik után kiraktam egy Insta szorít, hogy valaki terhes volt a mentségemre szóljon. Ős anyátok, terhes volt, és uh, teljesen kiborultam, valaki meglépett, nem tudom már ki, és kiraktam egy Insta szorít, sírva, hogy valaki kerítsen nekünk egy vicc! Zeniális. És akkor az, az pörgött, az pörgött utána, hogy ez jogász volt, tényleg az volt utólag. De került vissza elő? Mm, nem De tudom. A Nézzük, ajánlották mert ha igen, akkor alapvetően megérte. Mit kerestünk, Ati? Parkettást, <laughs> és találtunk. Így igen. van. Igen, igen. Te is olyan régóta csinálod, mint én. Uh -huh. Mit érzel itt tíz éves távlatból, hogy megvan még az, hogy a youtubernek van Magyarországon közössége? Annyira érdekes, hogy ezt, ezt kérdezed, mert pontosan ezen gondolkoztam. Uh -huh. uh, csináltam egy kérdezfeleleket, és megkérdezték tőlem, hogy mit, mi, mit gondolsz a Redditről? Mit gondolsz erről? És, és elkezdtem gondolkozni, hogy mit gondolok erről, és arra jutottam, hogy, hogy, ehhez vezettem vissza, amit most mondasz, hogy régen valahogy máshogy áramlott az inform, vagy a, ma, valahogy máshogy áramlott a kommunikáció a követők, meg a youtuber között. Tehát inkább egy ilyen közösség volt. Szerveztünk magunknak közönségtalálkozót, beszélgetések voltak Igen. a komment szekciókban, mi is odaírtunk, ők is odaírtak, és most meg már, hogy ez a youtuberség, ez kicsit így a múlté, és inkább influencer mindenki, most meg úgy van, hogy az influencer az aktív a kommunikációban, és a követő abszolút passzív. Tehát csomó helyen látom azt, hogy de nem nem azért, mert akarnak passzívak lenni, hanem nagyon sokan azt csinálják, hogy nem is lehet kommentelni, uh -huh. csak lájkolni lehet, azt se látszódik, hogy hányan, csak kommentálni nem is lehet, és egyszerűen szükség szülte az, hogy kell egy ilyen hely, ahol akkor viszont meg lehet beszélni a gondolataikat, meg a negatívakat is, mert hogy senki se törli ki. Igen. Tehát régen ugye, amit most kérdeztél, Igen, hogy... Igen, abszolút az volt, hogy mindenkinek meg volt a közönsége, közösséget Igen. épített mindenki, ugye, és akkor tényleg voltak visszajáró nézők, most meg ugye picit én azt látom, azért kérdeztem ezt, mert uh, algoritmus szerint megy mindenki. Uh -huh. És senki nem nézi azt, hogy mire van feliratkozva, amit ki ajánl neki. Igen. A TikTok, vagy az Insta, vagy bármi. Hát az Insta még ott más, ugye, mert követsz a sztorikat nézett főleg, de már a posztoknál se görgesz négyet le. Ja. Tehát nagyon ritka. És most már úgy eltűnt szerintem az igazából, hogy közössége van Igen. valakinek. Nyilván vannak így, így kivételek, mint a VR-nak egyébként, de ők inkább ugye Twitch-en mozognak. Youtube-on is, tehát hazudok. De, így a régi youtuberek közül, mint én, te, mondhatnék akárkit példának, már nincs az, hogy... Igen, a névről ismertem őket, mikor szerveztem közönség, közönségtalálkozót, ugye magunknak csináltunk, igen. elmentünk mozizni nézőkkel, ilyesmi, akkor ugyanazok az arcok mindig eljöttek, és ez így tök jó volt, de most már úgy más, más, igen. Csajnáld ezt az egészet? Oh. Egyébként, hogy ez így alakul. Szoktál ezen gondolkodni, hogy milyen jó volt igazából az az időszak, amikor még régen videóztunk, pléitek voltak, utána a lazatetőn mindenki, ugye, De jó. ott, ott még iszogattunk, és így összetartott effektíve az egész YouTube tartalomgyártó közösség. Igen. Hát most már nem ez van. Mm, nem. Az egy, amúgy ilyenkor érzem hogy öregek vagyunk, ülünk Igen. itt, és a régi szép hát időde. nem öregek vagyunk, csak nagyon-nagyon régóta csináljuk. <laughs> szóval ez egy más világ volt akkor még. Igen. Al Alapból is, meg mi is fiatalabbak voltunk, nyilván, de jobb, jobb volt, jobban szerettem. Én látok mostanában a TikTokon olyan videókat, hogy így összeállítják ezeket a régi jó, videókat, meg youtubereket, meg hogy milyen igen. fiatalok voltunk. Igen. Nagyon durva. Én most, hogy ugye szültem, most nagyon sok ilyen, ilyen szerkeszt, szerkesztést, vagy én editet láttam magamról, hogy, hogy ők innen tudják, hogy felnőttek, hogy, hogy öreg vagyok már tulajdonképpen. Azért nem számít a szöregnek, de nagyon-nagyon régóta vagyunk tartalomgyártók. Igen. igen. Neked a régi YouTube érából mi volt a kedvenc? Ugye a közönség találkozók, vagy a play vagy a kollaborációk, mi maradt meg? Picit fejtekessük ezt, mert ez egyébként sok tízezer nézőnek, aki már dolgozik, 20 éves, vagy 30-valahány éves, ez, ez így beragadt, és látom, hogy tényleg amúgy lenne erre igény, de valahogy így annyira gyors, minden meg annyira algoritmus szerint működik, hogy ez már nem fog visszajönni. Én ezt a kommunikáció médiát végeztem egyetemen, és ott nagyon sok, sokszor volt erről szó, hogy, hogy már egyre gyorsabban kell az impúzus a, a nézőnek, vagy az olvasónak, vagy a bármilyen médiát fogyasztónak, egy, ha egy percen belül nem győz, akkor még egy percet mondtak, és ez 2015-ben volt. Igen, Tehát hát, most már nem tudom, mi, mi lenne. Tíz másodperc, hogyha akkor az volt, hogyha egy percen belül nem győzi hát meg a nézet. A TikTokon most 20 másodpercben gondolkodunk. Uh -huh. Általában, mikor szponzoráció van, hogy az az még ugye... Megfogja. Tavaly csináltam valakinek cse? egy TikTokot, egy perces volt szponzornak, és mondták, hogy hát ez túl hosszú, mondom, tessék! Most kimegy például egy másfél perces, vagy két perces, de ott nem lehet egyszerű ember így ilyen, mindegy, egy olyan koncepciót csináltunk, de igen, régen, régen, az összes szerződésünk YouTube-ra úgy nézett ki, hogyha szponzor volt benne, hogy három perc, vagy két-három perc a szponzorról a videó első felében, igen. és két-három percet Most edessz... azonnal. De én is, ha én néznék valakit. No, három percig mi itt már, de hogy is. Már úgy néz ki, hogy... És ezt a videót támogatta a... Mm, moving on. Igen. Tehát, hogy már más, más, máshogy kell csinálni, igen. De hogy, de hogy sokat volt erről szó, hogy ö, ö, Gyorsan kell, és azonnal megfogni a figyelmet, viszont már átment egy olyan a szponzor nélküli tartalomba is, hogy annyira látom az új influencereket, hogy hogy vágják a videót. Én csak így nézek. Nekünk régi motorosoknak ez ilyen képtelenség kategória. Megcsináltam most egy ilyen nagyon pörgős videót TikTokra még nem posztoltam ki, és én nézem, és tudod, hogy feliratozzam, mondom, ez biztos nem. Le nem ülök megcsinálni. És ők feliratozzák. Feliratozzák. A Csigér Alex, minden tiszteletem az övé, most egy kampány miatt dolgozunk együtt, és képzeld el, hogy egy videót másfél hétig vág, egy YouTube videót. Ja, és nem és úgy, én. hogy előveszi, és szerdán megint előveszi, hanem konstans, 10 percet, 15 percet, másfél hétig vág. Elképesztő, mert ott rak bele. Én, én, bírtam, én bírtam ezt, de egyébként én szoktam is mondani Attilának is, hogy én nem, meg amikor kérdezték is, hogy nem fogsz csinálni már ilyen vagy olyan videót, mondjuk ezt a 24 órás hételes kívást, nem, mert nem érzem már magaménak, pedig tudom, hogy abból lenne az über nézettség, igen. a milliós néze több milliós nézettség, de nem, mert hát most már valószínűleg nem, mert Egyébként most igen. már most már nem azok a szelek fújnak, így a YouTube-on unblock, igen. nincs annyi aktív megtekintő, de a 3 400 500 ezer simán el lehetne vele igen érni. Igen, igen, igen. Most nem is tudom, látod, mert most igen. ezt, amit mondasz... Nem is nézel nagyon YouTube-ot, nem? Uh... Én nekem nagyon leredukálódott az egész. Le. nekem is. Szoktam, szoktam, de már hogyha valami receptet keresek se ott. Régen mm. mindig ott néztem meg valami 10 perces videót, hogy akkor most hogy csináljam. Ma is beírtam a TikTokba, az elsőt megnéztem, és azt meg. Ez nagyon durva, hogy most már nem csak videókat, hanem információt is onnan nyerünk. Bármilyen videó van, vagy ott keressük a Igen. TikTokon. Ö, ja, szóval, hogy, hogy, én olyan videót csinálok most is YouTube-ra, ami, okay. amit én szeretnék, ami önazonos, és amúgy megy. Tehát, Igen. amíg azt csinálod, amit te szeretsz csinálni, addig, addig azt tetszeni fog szerintem, meg lesz az a közönség, akinek tetszik. Úgyhogy én még mindig a kevésvágásos, vágásos, lighty videóimat csinálom. Igen. Akkor is, ha most nem ez a trendi. De az jó egyébként. a vívottál, amikor dönteni kellett így az elmúlt két évben, hogy váltassz-e ilyen nagyon gyors vágásra, meg inger gazdag videóra? Nekem volt olyan időszak, amikor, amikor megpróbáltam teljesen félretenni azt, hogy én mit szeretnék csinálni, és abszolút megfelelni. Ez a... mikor volt? Pont ebbe a korszakba, ebbe a 24 órás kihívásos Aha. korszakba, amikor így csak ezen pörgött az agyam, hogy hogy, hogy, hogy legyek trendi, meg hogy csináljam ezt a legjobban, és és, és ott totál kiégtem. Uh -huh. Tehát ott volt egy időszak, amikor azt mondtam, hogy belehalok, hogyha kamera elé kell ülnöm. De ez Lenn... akkor úgy nézett ki, hogy... A tipikus, amit mindig mesélek, amit már én is szeretek, hogy vigyoroksz a kamerába, de ahogy leállítod, gyakorlatilag érzed, hogy föltözvágnád az egészet, és kezdett kezdet hozzá. Igen, igen. Hát, igen. Ehhez, amit éppen csinálsz. Igen, 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 igen. És akkor így, így, így azt éreztem, hogy most vagy ez nem csak a munkám, hanem én ezt imádom csinálni. Uh -huh. És ha utálni fogom csinálni a munkámat, akkor egyrésztről ez ki fog vetülni az az egészre, tehát Igen. látszódni fog. Másrészt meg én nagyon, nagyon boldogtalan ember leszek. Úgyhogy inkább ne keresek annyi pénzt, ne hajszoljam ezt, de de, de csináljam úgy, hogy én szeretném. Uh -huh. Ami ami ez a most éppen az anyukás, takarítós kontent, uh -huh. ezt tölt fel, ezt szeretem én is nézni, tudom, hogy ez egy rétegnek szól, és bízom benne, hogy hogy valahol ugyanazoknak, akiknek akkor az szólt, mert felnőttek velem. Igen. Szóval remélem, hogy megvannak azok, akiknek most ez is tetszik, de, de tudom, hogyha mi is csinálnánk ilyen, amiért nem csinálunk, ezt a tek, -tek, 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 tek, tek akkor bevonzanánk egy még egy réteget, még több szponzort, még több pénz végtére is, de nem lennénk olyan. Már működik. nem ez az első? Pénz? Uh -huh. Nem. És volt olyan akkor ezek szerint, mert ugye most válaszoljuk ezt az egészet. Akkor a nézettségre mentél, de ott a pénz is számított? Nem, akkor nem, tehát vala, valahogy nem a nézettség számított. Uh -huh. Akkor abból éreztem azt, hogy mi, mekkora ember vagyok én, hogy hányan néznek. És uh -huh. amit kiraktál, a nap, amire reagáltam is, az, az nagyon jó volt. Igen. Tehát, hogy, hogy már nem kell, nem, nem kell lesz hajszolni. Igen, erre szoktam mondani, hogy most még egy millió megtekintésről nem várjuk hasonló magunkat. Igen. És ez kicsit ilyen nagyon fellengzősen, meg ilyen nagyképpen hangzik, de az a lényege igazából az egésznek, hogy már voltunk ott, meg már megcsináltuk, és az egy ilyen nagyon erőlködős, izzadságszagú dolog lenne, hogyha még tovább csinálnánk azt. Igen, meg mert ha... azért volt egy időszak, amikor azért csináltuk, mert csak akkor fiatalok voltunk, azért akartuk azt csinálni. Igen. Ki már éretten, Kicsit fura lenne 24 óráig fekete kaját ja. enni. Miközben az elijám a háttérben gagyog. Igen. Tehát már nagyon nem lenne azonos. Megcsinálnám azért egyébként po poénból, ha mondjuk. Nekem is van ilyen, hogy negyed te lehet rámennék, mm. hogy magamat is kiröhögöm a videóba, Igen. de csak fekete kaját eszek. Igen. Igen, de egyszer egy poénból, de csak akkor, ha azt mondom, hogy most szombat van, Igen. otthon vagyunk, és van kedvünk poénkodni. Most csináltam egy ilyet egyébként, uh -huh. jut eszembe ezt a nagy kóla tesztet, kitaláltuk, Igen. hogy hogy megkóstolunk mindenféle kólákat, úgyhogy hmm. nem látjuk, hogy milyen ízű, és akkor ki kell találni. Igen. És így poén, és akkor mondom, jó, akkor vegyük fel. Uh -huh. És lett belőle egy videó. De egyébként most beégetem magam, mert nem is lett jó a megtekintés rajta, vagy Tényleg. nem is lett jó a nézettség rajta, vagy hogy kell mondani az elérés. Aha, mert már, mert már nem, lehet, hogy nem is ezt várják tőlem, tudod. Valószínűleg nem. Igen. Nekem most nyáron volt egy időszak, amikor próbálgattam, hogy na most vlogolok újra egyet. Aha. És kiraktunk három vlogot, és képzeld hogy darabja 45 ezeret ment, és így néztem, hogy... Ha, De az rossz? Hát persze, hát az nagyon rossz, szerintem legalábbis. Mármint, hogy ilyen vlog, ugyanolyan vlogokhoz képest, amik régen 700 ezeret yeah, 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 yeah. Ezért valamilyen szinten ahhoz viszonyítok. De már nem érek el a megtekintés, igazából, csak itt ott meglepődtem, hogy 100 ezer embert sem érdekel, amikor vlogolunk. És pont a Crescent-sangival beszélgettem, és kérdezte tőlem, hogy most nyáron, hogy mikor csináltam a mondom, két éve. És azt mondom, akkor mit csodálkozol az, hogy nem nézik Ja, mondom, tényleg. Hát egyébként igen, abszolút. Meg meg amúgy szerintem az korral is járt akkor, hogy abból, keres, abból táplálkoztunk, hogy hányan lájkolnak, like néznek, kommentelnek. Tehát, hogy ez a tinédzserkornak is evele járója, hogy kell mindig a visszaigazolás, hogy tudjam, hogy fain vagyok. De azért vannak olyan tartalomgyártok, akik korunkbeliek, és még mindig próbálják tolni ezt a vonalat. Really? És szoktad látni. Most nem mondok nevet egyébként, mert nem arról szól az egész videó. De hogy állsz ehhez hozzá? Hogy... Kíváncsi ennek a véleményedre, hogy vannak olyan tartalomgyártók, akik uh -huh. így még mindig próbálják azt tolni, amiről most beszéltünk. Hogy 24 órás, meg csak fekete haja, meg... Ja, most ja, próbálok ja, 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 olyan ja, ja. tartalomtípus meg címet mondani, amik így általánosak, hogy ne legyen uh -huh. rávezető. Azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy akik még mindig abból táplálkoznak, hogy hányan lájkolnak meg. Ilyesmik. Arról is akarok majd beszélni, de először erről, hogy, hogy van, aki még így korumban, és tudom jól, hogy nem akarná csinálni, uh -huh. de nagyon trend követő. Szerintem. Hmm. Most nem akarom ilyen dárkos irányba elvinni ezt a beszélgetést, mert amúgy, amúgy ne vigyük el, de ö, az egyik barátnőmmel, és vissza fogok kanyarodni ehhez, amit te kérdezel, beszélgettünk így, Jámblok, a depresszióról. Uh -huh. És volt egy tök jó gondolata, hogy szerinte az az ember lesz depressziós, aki nagyon sokáig álcát vesz fel magára, és, uh -huh. és, és más szerepbe bújik, mint, mint aki. És, én, és, ez, és ezzel annyira egyetértettem, mert én is azt éreztem magamon, hogy akkor indulok el egy ilyen negatív érzelmi lejtőn, amikor, amikor vagyok valamilyen, és belül meg mást érzek. Uh -huh. Szóval én, hogyha valaki ezt csinálja, amit te mondasz, én azt úgy félteném attól, nem attól, hogy depressziós lesz, csak, hogy boldogtalan. Uh -huh. Hogy csinálsz valamit, amit te nem is akarsz csinálni, és akkor az neki miért jó? Igen. Végtére is. Igen. Mert ha már régóta csinálja, és rajta volt ezen a bulivonaton, ezen a 24 óráson, akkor akkor ez már pipa megvan, miért nem csinálom? Igen, csinál ez négy év, és van, aki még mindig ott. Azt most nem lennézésképp mondom, csak nekem nagyon érdekes, én mindig szeretem úgy nézni a YouTube-ot, tudod, hogy kicsit így kívül állok, én, mint, hogyha nem is lennék tartalomgyártó, de közben meg azt tudást, amit itt tíz év alatt felhalmoztam, így hasznosítani, hogy úgy nézek kicsit, hogy öt éve ugyanazt a tartalom csinálja, és valamilyen szinten mi is, csak azokat a trendeket ugyanúgy újra és újra és újra csinálni, 26, 27, 28, mindegy hány évesen, az ilyen nagyon fura szerintem. Hát meg, meg, hogyha valaki akkor csinálta ezt a 24 órást, akkor valószínűleg egy olyan tartalomgyártóra gondolsz, vagy gondolunk, aki, akit alapvetően szeret a közönsége, tehát bármit csinálhatna. Igen. És meg lenne a közönség, Lehet, hogy nem annyi. Na hát ezt meg szerintem mindenki magának kell, hogy... Igen. Eldöntse. Eldöntse, ja. Meddig tervezed a videózást? Vagy van a fejedbe így, hogy... Mert mivel én csak az életemről szóló, uh -huh. vagy vagy uh, ilyen jellegű tartalmat csinálok, ezért nem nem látom még azt, hogy ez mikor, mikor, uh, nem tudom, mikor érzem mikor fogom azt érezni, hogy így elég. Uh -huh. Mert hogyha valami témába csinálnék tartalmat, tehát hogyha mondjuk nem tudom, kertészkedésről videóznék, akkor meg okay. tudnám neked mondani, hogy. Én ebbe látok még három évet, hogy engem ez foglalkoztat. De ha De, mondjuk mert... azt mondom, hogy tíz év múlva, akkor így mit érzel? Hát tíz év múlva fogok-e még igen. videózni? Mondjuk azt mondom, hogy tíz év múlva videózol. Hány Akkor éves milyen, milyen érzések kapnak Harminc 36. El? Jézusom, Úristen. Hmm, szerintem, ha még, ha még tudok, akkor igen. Én, uh -huh. én, én nem érzem még ennek a végét magamba. Uh -huh. Pedig én meg szoktam érezni amúgy, amikor valami valamiből elég. De ez most még jó. úgy nem. Csak azért kérdeztem, mert ugye mondtad, hogy, hogy vállalkozásban is gondolkodsz uh -huh. már, meg egy picit így kitekinteni az egész social médiából olyan szinten, hogy az nálad is az van, hogy azt akarod elérni, amit én próbálok most, hogy videózásom az hobbi marad, és alapvetően a munkám az más meg más. A megélhet, más. Más is legyen a megélhetésed. Igen. Attilával mi folyamatosan azon ö, gondolkozunk, hogy hogyan ö, legyen passzív jövedelmünk. Uh -huh. Tehát mi, mi szeretünk befektetni, ami, ami nem... Befektetjük a pénzünket, uh -huh. amihoz utána. De én még nem is ilyen aspektusból közelítem meg ezt az új vállalkozást, hogy most legyen egy másik jövedelmem, mert nem is. Tehát, hogy nem, nem tudom, hogy ez mennyit fog nekem hozni, hanem csak, hogy én mást csináljak, mást is. Uh -huh szeretem ezt is csinálni, ez egy hobbi, ez is tök jó, de ki akarom magam próbálni máshogy is, de nem feltétlenül a pénz a motiváció benne, hogy most én ebből szeretnék megélni, de egyébként ilyen nem is kéne gondolkoznom, mint aminte, hogy legyen valami más fix jövedelmem is, de egyelőre nekem most még így nincsen, csak így passzívan, vagy befektetés szinten. megyek hetente megcsináltatni szépen, hogy a pacekot legyen, 10 per 10, és valahogy mindig képbe van mindennel. Fú, És fú. nem értem, hogy hogy. Az új zenékkel, ugye? A kedvenc zenéinkkel, nem mondom ki. Meg így a tartalomgyártókkal is. Elképesztő. Azt nagyon szeretném elmesélni, ez az egy nagyon-nagyon jó történet, igen. hogy hogy történt az, amikor én regisztráltam idén-nyáron a Redditre. Tehát nekem van felhasználom. Ú, de szeretem. Na, erről beszéljünk egy picit, igen? Nekem van felhasználom, én vagyok a In, uh, Invisible Frojo. Egyszer írtam kommentet is, odaírtam, hogy én vagyok. De tehát van Redditem, és az hajnali négykor történt meg, hogy lett. amikor is. Ez kett... mi volt? Egy ilyen major breakdown? Vagy miért kellett hajnal négykor? Dehogy négy is! Sem. Atilla, most fog jönni a jó sztorim, figyelj. Igen. Amúgy most már nem lesz, hogy jó, más, mondtam, hogy jó, na mindegy. Az a lényeg, hogy keltem az Eliámhoz éjjel. És oda nézek az Attilához, és látom, hogy fent van, telefonozik, olvas a reddit -et. Mondom, <tosz> te mit csinálsz? Igen. De tényleg? Embernek ki van virulva az arca így. Olvassa, az a kaján mosoly, úgy vár engem minden héten, már be van készítve a tele, hogy mutassa a dolgokat, igen? De nekem nekem az Isten lássa a lelkemet, hogy soha nem volt letölt, vagy eddig ezelőtt a pont előtt, és az jó Isten lássa a lelkemet, hogy mindig csak elküldték, hogy mit írnak de igen. rólam. Nem mondom, mindenki regisztrálják, hogy olvassa. Hát akkor úgy is látod, igen, elküldik. De amúgy nem láttam, mert mindig csak azt, hogy mit írt, tudod, mi a fórum, de a kommenteket nem. meg a kommenteket nem, nem. nem tudtam, hogy mizu van addig a napig, most már tudom, mert hogy az Attila nagyba így hallod, világítja meg a sötétbe a telefon az arcát, azt mondja, manó, ezt látnod kell, univerzális balhé a Reddit. Igen. Én azt sem tudom, hogy hogy aludja két valát egy húzamba. Ő nem is akar, mert univerzális balé van a Tényleg univerzális volt, annyira, hogy még én is regisztráltam. Lebukott valaki, gondolom, ugye? Oh, Zseni volt. Igen. Biztos, én, én, én tudom, melyikre gondolsz szerintem. Hát az nagyon jó nagyot szól. Igen. Látnom kellett. Úgyhogy felregisztráltam. Addig, addig mondta, hogy felregisztráltam. Én is fent vagyok. Hát már szerintem egy éve. Néha ránézegetek. Nem tudom, mi a felhasználó nevem. Egyszer akartam posztolni. Magamról, saját magamról. De nem is, hogy... Te te... még a Dezső Én igen, is magamról írom. Nem, hanem ott, ott magamról akartam kirakni valamit egy olyan uh, posztot, úgyhogy én vagyok azt, hogy úgy akartam kirakni, de, de nem fogadta az admin, nem tudom miért, úgyhogy az nem került ki. Na, az egyenlőség jegyében, nevébe. Tehát érted, kommenteltek rólunk, de mi meg nem posztoltunk magunkról? Halló, Hogy van ez? Na. Úgyhogy... a uh, Szoktad olvasgatni mostanában? Szoktam, persze, hogy szoktam. De Nagyon utána meg, szeretem. Utána meg, utána unalmas lesz. Most amúgy az admin, nézze meg ezt a videót. Miért lehet állandóan ugyanarról posztolni 12 izét? Igen, igen, most a, a Vargáék reality például az így az elmúlt két napban folyamatosan pörög. Borzalmasan unalmas. De legalább három részt feltöltöttek, azt nagyon kajámos olyan néztem meg így a kanapén, <laughs> hogy azt így imádtam valahogy, nem fizetem el azt a 2000 forintot, de megnéztem, hogy köszönjük Kaján szépen. most vagy És köszönjük annak a hősnek, aki nem visel köpeny, de valószínűleg Magyar Bíróságra most feljelentették, ugye, mert lesz kirekordolt az egészen. De hogy vannak ilyenek, meg a nagyon szeretem, a szerintetek kivel lehet rossz a szex, vagy a szerintetek kibüdös, vagy szerintetek mennyi Dezső Bence vagyona, ilyeneket kapok el, hogy így... Szerintetek kibüdös. Igen, van, van, egy ilyen, szerintetek szerintetek melyik gyártó büdös, és akkor leírják, hogy ki. Ugye nem írtak. Hallod? Megbólult minden. ez egy Igen. jel volt. Ő nem büdös. Igen. Itt, az összes itt, itt az összes parfüm. Ez nem, egy, ez nem egy ilyen célzás volt egyébként. Úgyhogy nagyon szeretem a reditet. Negatív kommentekkel hogyan szoktad olvasgatni? Szoktam. És? Most már. Meg ez... hat, nem hat meg. Ah. Hát tíz év után hohasson meg, nem? Tényleg, már nem? az a baj, hogy már nem tudok olyat olvasni magamról, amit még ne láttam volna. Tehát, De régen hogy... megérintett? Úristen, én lelki beteg voltam régen. Kjelleg? Te? mindenki tudja, szerintem, mert ment breakdownokat kaptam az Instagramon, hogy nem igaz! Ja, te így kiraktad, hogy izé? Persze. Harcoltál a negatív én... kommentek ellen? F fel voltam vértezve, mert <laughs> szembe szálltam bárkivel, odaírtam én is ilyeneket nekik. De várjál már, ez nem rossz taktika, mert én mindig ezt mondom, nem mondom a gyártó nevét, de mindig azt mondom neki, hogy azért támadnak, mert reagálsz rá. Igen. És értik, hogy rosszat írnak, akkor ki fog szakadni. Persze, ez én onnan persze, hogy ne. De hát fiatalság, bolondság, 17 éves voltam, amikor. Ja, hogy Atti állít a mai napig. Tényleg? Jó, amikor az Eliámra valaki... Na, a, az arra De az, a... az, az Eliám volt valami. Beszóltak, az eltén de nem írtál helyesen valamit? Jézusom, tudom, miről beszélsz, Úristen! Na, mi volt az? Na, először is, hogy elmondjam az, az előzőt, amikor az Eliám a kapcsolatba posztolnak, azt azonnal jelentem, tehát mm. az, annak semmilyen helye nincsen, úgyhogy azon azon nem mosolygok, meg az, az nem hagy hidegen, azt nem szeretném, hogyha bárki ez róla posztolna, tehát azt rögtön csírájában el kell, hogy folytsam. Uh -huh. De ez, amit az Ati mond, valaki írta nekem, hogy az eltén végeztél, és nem, nem, jól, nem jól írod azt a szót, hogy és vissza kellett neki írnom, mert nem bírtam ki, hogy de. Az a szó, az úgy van. Úgy van helyesen leírva. Úgyhogy ilyen azért ilyenek néha előfordulnak. Ezt Isten írták? Aha, DM-be. Tehát ezt nekem Aha. írta külön. És, és visszírtam, akkor... hogy minden tudomásom szerint ezt a szót továbbra is így írják. Te szeretem. Mert azért TikTokon megértettem volna még jobban, mert TikTokon, hogyha valamit oda kommentelnek, hogy mit hibáztál, azon ilyen ezer lájkok szoktak lenni, ezt láttad? Hogy mindenkinek így a top lájkok a kommenteken. Valami oltás? Hát, hogyha valami oltás, akkor az nagyon durván lájkolják a TikTokon. Azt szoktam látni, hogy így kiakadnak, hogy TikTok, annyira nem TikTokozok. Tehát Tényleg? Emailámmal. Most az elmúlt héten egy csomó ilyen kis TikTok videót csináltam, de amúgy annyira nem vagyok TikToker vagy ilyenek, de ezt látom, hogy sokszor van, hogy így, így, így ott van, megy a kifakadás azért, hogy... Igen nagy túlzásba esnek a kommentekben. Nagyon érdekes egyébként, akkor te le is az egész, mi megy a TikTokon jelenleg, a live például, mert ugye tavaly, tavaly előtt így mindenki kiakadt, hogy van ez a versenyzés egymás ellen. Azt ma azért meghaladtuk. Tehát te akkor nem tudod, hogy mi van most jelenleg? Mm, nem. Azt ajánlom nektek, hogy ilyen este, Ati tudja, a hát, tökében van mindenem. Magdi. Este tíz után, este tíz után, uh -huh. gyerek alszik, menj fel, és nézzétek meg csak a live-okat. Fél Magyarország live-ol konkrétan. Mindenki fest magára valamit, vagy éppen veszek A Loka Pantherát láttam a reddit náluk, megy, náluk egész nap megy az NPC live. Tehát, hogy, de ami, NPC? ami amúgy nem NPC live, tehát ezt se tudod? Nem. Az NPC... jó. Erről Az NPC live az konkrétan arról szól, hogy így, így csak vagy a videóba, Aha. küldik az ajándékot. De milyen be? Nem, én ezt nem... nem. De mi? hogy, ke De hogy úgy kapok én ajándékot? Úgy kell elképzelni. Hát küldenek. Küldenek. Tehát feltöltesz érmét, és érmért tudsz vásárolni ajándékot. De várjál, van olyan ajándék, ami 100 ezer forint, és konkrétan küldik. Nem tudom, honnan van ezeknek az embereknek ennyi pénzük. Csak úgy én kapok egy ajándékot? K csak úgy kapsz egy ajándékot, és annyi a lényeg, hogy megköszönöd. Köszönöm a rózsát. Küld... köszönöm a rózsát, ezt már hallottam. Na, ez van. És akkor köszönöm a focit, meg a súlyzót, és akkor van ilyen, hogy ha súlyzót küldenek, akkor megfogsz egy súlyzót a live és megemeld egyszer, mert egyet küldtek. És a múltkor néztem el live és az ötvenedik súlyzót küldtek, és a csávó így emelt a súlyzót. Köszönöm a súlyzót. Brutál pénzeket összeszedni. De én azt hittem, hogy csak azért mondja, hogy köszönöm a rózsát, mert így megjelent egy rózsás, hogy köszi, adtál Igen. egy virágot. Igen, De hogy pénzbe kerül. És azt a pénzt, amit ő feltölt, Ki tudja én venni? megkapom? Igen. Hát akkor azonnal indítsuk, mint Akkor egymás ellen versenyezzünk konkrétan. Igen. Ez így megy. És szét kell téged oltani? Nekem? Te meg téged? Hát lehet egymás ellen verseny. Az, az, megy a legjobban az a taktika, hogy egymás ellen versenyzünk, és hogyha veszítesz, akkor én adok neked egy feladatot, és akkor minél hülyebb feladatot adnak egymásnak, és a lásba konkrétan így. Hogy ja, és akkor az fog, annak fogsz adni ajándékot, akit, hogy akarod, igen, hogy megcsinálják. Hogy... Asszus, Mik vagy menne vagyok. Tehát hol van ez attól, hogy kérdezz fel, hogy videókat veszünk fel 2014-ben, hogy hány éves vagy? 17. Tehát, <laughs> egy Kicsit azt meghaladtuk. Hát akkor ezek szerint igen, ez az inger küszöbemet is mondjuk, tehát de ma gondolhatod, hogy ott fogok kezdeni. Az biztos. Ha a reddit után, szereted, tehát látnom kell. Szeretem, ez muszáj. Ez muszáj. A reddit szeretem, de amúgy ilyen lefele ívelő tendenciát mutatnára. picit azt nálam. érzem én is, de hát ez mindennel így van egyébként. Ugye tőlem is meg így sok régi tartalomgyártótól gyártótól néha-néha megkérdezik, hogy hogy kezeljétek, hogy már nincs körülöttetek az az őrület? Hát most mit vártok el? De tényleg tíz év után? Uh -huh. Most akárkit fel lehetne hozni példának, bármilyen szakmából, tíz év után nem lesz ugyanott. Hát meg szerintem ez már nem, 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 nem tudom. Tehát akkor is akkor is a fiatalabb korosztály volt az, aki igen, ezeken a play IT kon meg OVS, vagy mi volt még? Igen, Online Video Stars Festival. Online Fesztivál. Video Stars megjelentek, meg, meg a legtöbben ők voltak, és most is megvan szerintem az a tartalomgyártó, akit leginkább az a közönség követ. És akkor igen, nekik... csak ők már inkább a Twitch-re mennek át, meg a két-három youtuberon, aki nekik készít tartalmat, de hogy igen. Aha. Szerintem már a mi tartalmunkat se, hát mondjuk különböző teljesen, de a tiedet se... 14-esek nézik, nyilván. Yeah, yeah. Tehát, hogy már ők is felnőttek. Csak ők kevesebben vannak, mert a fiatal az rajong. Yeah. Tehát az azért nézi. Most látom ezeket a streamereket, akiket folyamatosan kiraknak a TikTokra, kivágják a jeleneteket a, a klipjükből, és ez ugyanaz, mint ami nálunk ment régen. Csak most már másra, mert ők streamelnek, meg így teljesen scripted a történeteket csinálnak a live-okba, úgyhogy ez, is egy, ez egy teljesen más. Ezt te főleg nem látod, mert ilyen fiús nagyon, de ez is egy teljesen más most már. Úgyhogy nagyon átalakult az egész. Ja, de hát most nem tudom, már úgy az is meg volt, tök jó volt. Igen, raktam ki Instára ilyen kérdezőst, és nagyon sokan kíváncsiak voltak arra, hogy az Attilával volt nektek nagyon-nagyon sok videótok, meg így híresen nagy volt a ti barátságotok, mert ugye, amiután voltak ezek az OVS-es, meg idők, utána elkezdődött egy ilyen Egészséges klikkesedés így a YouTube-on belül mindenkinek meg volt, ugye? Barni, Áber, Henry, én, Szabi Dominik, és a Brodapest, meg te, Attila, és sorolhatnám még sokáig, viszont ez meg szakadt így köztetek valahogy, meg volt olyan vitátok, meg kibékülésetek. Mm -hmm. De én nem voltam amúgy ilyen klikbe benne, nekik mm -hmm. van, nekik van vagy volt egy ilyen klikjük, de én, én csak az lával voltam így, jóba. De ö, és hát a többiek esett rosszba, csak hogy mondom, hogy én nem, nem, nem voltam tagja ennek. Viszont egy, egy egyéb nagyon bagatel dolog volt, ö, amin ö, mi összevitatkoztunk 2020-ba. Uh -huh. Aztán ö, két évvel ezelőtt volt, talán azt hiszem, hogy egy streambe így megemlített engem, és akkor valahogy elkezdtünk beszélgetni. Lényeg a lényeg, hogy ö, megbeszéltük, és Igazániból. De kinek az ötlete volt, hogy csináljatok videót? Mert csináltatok egy ilyen kibékülős videót. Aha, kinek az ötlete volt? Én videóztam aznap. Igen. Ö, Attila most azt mondta, hogy az Attilának az ötlete volt, hogy belerakjuk, de egyébként ö, lehet, hogy az övé volt. Övé volt. Lesz, lehet, hogy az övé volt. Én, ne, az a baj, ezt most nem merném így, 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 így maga biztosan kijelenteni, mert lehet, hogy ő itt lenne azt mondaná, hogy biztos, hogy nem. Talán az övé volt uh -huh. egyébként, hogy beszéljük ezt meg, vagy rakjunk ki valamit er, erről. Nem de azt, azt én is szerettem volna, hogyha nem kapok több olyan kérdést, hogy hogy, hogy mi van a csecse Attilával. Tehát Én is uh -huh. szerettem volna valahogy lenyilatkozni, hogy semmi. <laughs> minden jó, minden király, bagatá dolgom amit jelentkeztünk össze, megbeszéltük, de azóta nem, de nem ugyanolyan, mint előtte volt. Uh -huh. Tehát akkor csak lekommunikáltátok azt igazából, hogy nem vagytok rosszul. Uh -huh. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, eljöttetek. Találkozunk Köszönöm a következő kérdést. videóban. Csomagoljuk a parfümöt, nem felejtettem el. És nagyon örülök, hogy tetszik nektek az előző podcast, az előző podcastek, úgyhogy remélem, hogy ez is. Dobjatok el lájkot, like iratkozzatok fel, még nem vagytok, és jönnek a további videók. Találkozunk következőben. Sziasztok! Sziasztok!